Nagyon köszönöm. You're welcome. Köszönöm. A Paradigma film bemutatja Megkavarva. Hallom, hogy most jöttél vissza, Abby. Csak 2 hét volt, de szuper. Mindig is Tokió volt az álmom. Kár, hogy itt önnek nem, de a távkapcsolat nem az én műfajom, tudjátok? Abby, kell munka? Ó, oh, köszi, de már van. Lektor vagyok. Állást kaptam egy japán jogi irodánál. De szegény. Ez jól hangzik. Ugye viccez? Semmi lényegeset nem bíznak rám. És ti mit csináltok? Én iszom, Gretchen pedig gésa. Nem, gésa vagyok, egy isten. Az prosti. Hostess vagyok, így jobb. Az mi? Jól nézek ki, és gazdag pasikkal mulatok. Parancsolj! Rád és japánra. Köszi. Örülsz, hogy itt vagyok. Pont erről van szó. Valami színes kell, hatásos, internetes média, a széles sávnyerő. Hé, ez egy jó ötlet. Persze, hogy megtudom. Jó, ott találkozok. Szia. Na, mi újság? Új ügyfelünk van. Oszakába kell menni, kell nekik a weboldal, még pedig minél előbb. És? Mehetnénk együtt is, nem? Nem kell dolgoznod. Gyűlölöm a munkám. Nyaralok, amíg te dolgozol. És egész hétvégét lehetnénk. Ott nem lesz rád időm. Egyetlen percem sem. Dolgozni megyek oda, bébi, és nem üdülni. Mikor jöttök vissza? Nem tudom. Figyelj csak, ez mindig így van. Mondjuk 1 hét múlva? Ethan? Emlékszel, hogy mit kérdeztél tőlem, és hogy hogyan? Igen. Én igent akartam mondani, de nem tudtam. Ennek annyi. Érted? Egyszer csak nagyon sürgős lett, hogy itt hagyj és elutaz Tokióba, azért ez nagyon furcsa volt, ismerd el. Ezt hogy érted? Megbeszéltük, nem? Nem, csak közölted, hogy elmész. Aztán egyszer csak hívtál, te hogy te is ezt akartad, hogy jöjjek. Nem, nem. Abby, én ezt soha nem mondtam. De igen! Én ezt nem mondtam, tudom. De mondtad. Abby, nekem ez már nem megy. És most, ha nem haragszol, más dolgom van, oké? Nem kell. Akkor nem is jössz vissza? Ezt én nem mondtam. Ez őrület! Jaj, sajnálom, Abby.
Most erre nincs idő. Ha munka van, akkor menni kell, tudod jól? Tovább kell állnom. És tudod, nem bánom, ha két bőrönben elfér az életem. Fel a fejjel, talán... talán egyszer még. Te miről beszélsz? Tűnj innen! Vannak, akik értik a dolgokat, és vannak, akik nem. A kulcs az ágy alatt van. Ethan, várj! Én vagyok. Nézd, nagyon sajnálom, hogy azt mondtam neked, amit mondtam. Tudom, hogy most én hibáztam. Értelek. Nehéz lehetett, amikor eljöttem tőled. És a... csak bocsánatot akartam kérni, és szeretném, ha még beszélnénk. Hívj fel, jó? Oké? Fent leszek. Jó? Bárcsak minden rendbe jönne. Köszi. Szia. Bocsánat! Van itt valaki? Hello! Zárva vagyunk! Nem értem, hogy mondja. Nyitva vannak? Ramen! Nincs! Nem, elfogy! Menj haza! Menj már innen! Mit... Jó. Üljön le! Asztal! Üljön, asztal! Na, ülj le! Mi történt? Mi a baj? Ki a fene tudja? Gondolom éhes. Szerinted bántották. Ha? Nem kéne kórházba vinni. Talán ha eszik, eltűnik innen. A külföldiek esznek tavaszi hagymát? Biztos esznek spenótot.
A papa is eszik. Nem tudom, merre megy az életem. Semmit nem értek. Az unoka, húgom, nemrég doktorált. És én meg itt csak főiskolán van. Summa cum laude. De más nem tudok felmutatni. Semmi mást, értik? Micsoda nagy tett eljön itt Tókióba. És itt meg ott hagyott. Most olyan egyedül vagyok. Enni. Kislány, enni. Mi? Enni. Mit mondott? Honnan tudjam? Dilis, nem látod? Na, itt van. Enni meg. Köszönöm. Futó bolond. Egyen. Köszönöm. Na jó. Csodálatos volt. Köszönöm. Arigato. Nézd csak, mindet megette. Rámen. Köszönöm. Mennyi lesz? Néhány. Szóval. Biztosan. Köszönöm. Köszönöm. Várni egy perc. Nem kell, köszönöm. Itt lakom, épp szemben, fél perc. Oké, köszönöm. A WC üzemen kívül, kérjük, ne húzza le. Te, Haneko, tudod, hogy kell ráment főzni? Én? Uh-huh. Hogy tudnám? Nagyon-nagyon nehéz. Ahhoz sokat kell tanulni. Nagyon köszönöm. Jöjjön máskor is. Fáradjon be! Sajnálom, hogy nem volt hely. Erre kérem. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Fáradjon be! Ez nálam maradt. Ugyan, nem kell lenni. Ülni le. Kérem. Nem, a ramen elfogyott. Sajnálom. Thank you.
Uram, a ramen. Egészségére. A szüleim küldtek egy holnapi repülőjegyet, de én nem akarok elmenni. Kérlek, hívj vissza, jó? Oké, még beszélünk. Szia. Sajnál, fogy el. Menjen. Segíthetek? Pihenni kell. A lába. A láb. Tessék. Üljön le. Csak segíteni akar nekem. Üljön le. Mit csináljak? Rendben. Vigye odához két hölgy. Itt is van. Tessék. Köszönöm. Döjítási másite. Hallottad? Folyékonyan beszél japánul. Mi újság? Hogy mint? Elkéstél, elfogyott. Sajnálom. Tudtam. Mindig pechem van. Hé. Ez az a lány. Úgy látszik, ma nemzetközi napot tartanak. Milyen vonzó. Már biztos férnél van. Miért nem kérdezed meg? Te most viccelsz? Fiatal hozzá, ennek meg nagy hasa van, és alig beszél angolul. Miért kéne ő egy ilyen lánynak? Doitashi masite. Sokkal jobban kellett volna tanulnom. Késő van, már mennie kéne. Még itt van? Az ördögbe. Ennek tényleg elment az esze. Kislány, ébredj, ideje haza. De nem akarok. Hadd maradjak itt. Nem értek egy szavadat. A japán ilyenkor már lefeküd. Ne, hadd maradjak még, kérem. Úgysem értem, amit mondasz. Micsoda dolog. Tessék menni haza. Arigató. Menjél. Nincs hol aludt? Főzni. Ha? Ramen-t akarok!
akarok főzni! Ha? Te mi vagy? Tajfun lány? Mondtam, hogy menj, ha hazamenj! Nem, tanítson! Kérem! Ha? Tanár! Tanár? Én? Tanítsam? Tanár! Tanár? Ha, teljesen megérült, ez biztos. Épp elég holdkoros jár ide hozzánk. Hadd dolgozzak itt, kérem. Mi? Hadd segítsek, és ön tanít. Tanítson meg, hogy tegyek másokat boldoggá. Ha? Hogy én is megnevettessek másokat. És tudom, itt ön visszajön. Ha elmegyek, talán nem is látom többé. Miről beszél ez a kérem? Olyat, honnan tudhatnám? Mintha azt akarná, hogy tanítsam. Ajj, nem sír! Valahányszor bejön, összezavar mind. Nem. Aztán... Rendben. Aztán... Jöjjön vissza holnap. Holnap? Ah. 5 órakor. 5-kor. Most már mit hitteget? Reggel 5 órakor. Holnap. Értem meg? Megérte? 5 óra és reggel. Este. Nem este. Reggel. Holnap. Reggel. Holnap reggel 5-kor. Most éjjel 1 óra van. Most lefekszünk aludni, de, és maga ő is lefek. Jó éjszaka. Holnap haza kell vennem a szüleimhez. Persze, na szép álmokat. Honnan jött ez ide? Maga hogy ide kerül? 5 óra van. Mi? Azt mondta, hogy 5-re jöjjek. Hogy 5... Késni 15 óra. Bolond. Igen. Igaz. Szóval, mit szeretne? Hol kezdjem el? Mivel kezdjem? Arai. Tessék? Bocsánat, nem értettem jól. Hogy képzel cipővel ide be? Van cipő lába, azonnal vegye le! Nem lehet ilyet csinálni, nem érti? A cipő! Cipő van! Cipő! Igen! Bocsánat. Mi baj van maga? Mi baj? Bocsánat. Bocsi, ettől majd lesz jobb. Arai. Mi történt odalán? Az a bolond lány visszajött. Végeztem. Úgy értem, gondolom, az volt a dolgom, hogy elmosogassak. Kész van. Remélem, jó lesz. Igaz, nem raktam el őket, nem tudtam, hova valók, de... Felvágjam ezeket? Vagy azok is kész vannak? Már elmosogattam. Tiszta és száraz. Tiszta. Ezt maga mond mi? Mi japánul hívjuk kosz. Sajnálom, nem vettem észre. Én csak sikálgattam. Én csinálok. Hadd csináljam. Még mit nem? Ajdén! Tegye meg! Hadd mosogassam! Ki hallott még ilyet? Dolgozni akarok! Hallatlan! Pucol ki. Add ide. Így lát magam?
Hagyja, majd én. Oké, megcsinálom. Rendben, megcsinálom. Mi az, talán fél valami? Koszos belül! Ott, csésze benn ott! Surulni ki teljes! Nyúlni bele, mély! Oké, de ne üvöltözzön velem! Jönni! Kislány! De hiszen... Jönni! Én... De most vécét pucolok. Ide! Azt hittem, azt akarja, hogy kipucoljam. Ne, nem? Ne. Mi van? Nem. Ne. Oda? Ne. Menjek oda? És mi van ott? Hé! Hé! Miért zárt ki? Bocsánat. Ez a lány most nálatok dolgozik? Azt hiszem, igen. Szerintem három napnál tovább nem fogja bírni ezzel a zsarnokkal. Szörnyű állapotban van. Szegénykém. De mondd, szerinted megtanítaná engem rendesen angolul? Minek vesztegetni rád az idejét? A férjem mellett nem sok ideje lenne. Hát persze. Ilyen az én szerencsém. Akkor jó ét. Jó ét. Micsoda egy nyelv! Szánalmas! Gyere, szép fiú! Kísérj haza! Köszönjük, viszlát! Réko, hagyd abba! Majd a bolond megcsinálja. Ugyan már! Elég! A francba. Jó kis nap ez. Mi van? Csak nem képzel, mi csinál? Ott! Azt akarja, úgy érti, hogy... Most? Jó, persze, már is. Hazaengedhetnéd már végre. Mondd csak, nem látod, hogy néz ki? Nagyjából ugyanúgy, mint amikor idejött. Amerika.
Hol marad ilyen sok? Még itt vagyok, és van egy szarmelóm. Hív fel, légy szíves. Szia. Egyszer hozzányúl, megöl! Ért? Mi? Takarít ez a dolog! Hányszor mondom? Nem ide koszos vizönt, csak a számat koptat! Dilis! Még elrontja a levesemet. Maga részeg. Ha? Abban maradtunk, hogy tanít. Így egyeztünk meg, nem igaz? Ramen! Ramen! Engem tanít! Ramen-t főzni! Akar tőlem tanul? Ha vagyok én tanár, akkor teszi, amit mondok. Szólni fogok, ha felkészül. Maga jött ide. Ide jött hozzám! Nem én voltam az, aki maga után rohan! A francba! Ez szemétség! Maga csak kihasznál! Nincs senki, aki ezt tűrni, ha van benne egy kis önbecsülés! Fasiszta! Volt szerencsém! Abby! Na? Tessék! Ó, tényleg, hogyan is tudtam elfelejteni? Tisztít, látja? Tisztít. Felmos és mosogat és vécét pucol, tisztít! Soha nem figyelni, mit mondok! Hé, maga! Várjon! Szarok rá, hogy mit akar mondani, világos? Elegem van ebből! Viszlát! Tisztít. Sajnálom. Az apám azt mondta, hogy nincs bennem kitartás. Ez így van. 4 hónapnál tovább sehol nem maradtam meg. Azért jöttem ide, hogy a barátommal legyek. De elhagyott. És én azóta is csak várom, hogy visszajöjjön.
Kitakarítok. Ablakot mosok, mosogatok, vagy amit akar. Hajnalig azon töprengtem, hogy miért vagyok még mindig itt. És rájöttem, hogy csak azért vagyok még itt. Mert szeretnék a tanítványa lenni. Telefon. Mit? Telefon. Tessék. Értem. Felmosok. Vinni ezt! Az a két hölgy, akik itt töltik az élet. Tálalva. Nagyon köszönjük, igen. Igen. Micsoda hosszú lábak, szerencsés lány. Epi, Epi! Jönni. Csst! Pénze, fizetés, szabadság. Akkor most kirúgnak? Ki vagyok? Szabadság, menni innen. Hol az a lusta lány? Meg van egyáltalán? Csöndbe. Köszönöm. Erre most jöttél rá? Nagyon vicces. Legalább 100 üzenetet hagytam neki. Szerintem egyet sem hallgatott meg. Tényleg? Veled mi történt? Csak egy ajtó volt. Na és most? Elmész haza a te gyönyörű Amerikádba? Persze, gyönyörű és dögunalmas. Akkor már inkább a halál. Nem, maradok. Megbíztak a jogászok az évszázad munkájával? Ó, jaj, nem. Már nem ott dolgozom. És most hol dolgozol? Én... Tudod, tanulok. Szakács leszek. Ramen szakács. Azt a szart fogod főzni? A kislány elindult a lejtőn. Hé, gondoltad volna erről a lányról, hogy ramen szakács lesz? Ramen? Igen, ramen. Talán van egy japán barátja? Nem, csak lecsúszott. De ha nő kell, inkább a vöröset ajánlom. Mit mondott? Na, csak hülyéskednek. Mit számít? Fő, hogy jó képű. Igazán a ramen tanulja? Hát, próbálom. Igen. Wow. Ez nagyszerű. Mondja, hol tanulta meg ilyen jól a nyelvünket? A Los Angelesben éltem egy évig, amikor főiskolás voltam. És most mit csinál? Hát igen. A mi munkánk nagyon izgalmas. Ó. Önök papírtologatásnak hívják, azt hiszem. Ó. A kollégáim, Akira. Én vagyok Akira. És Kuma. Neked csak Kuma. Abby vagyok. Abby. Charlie. Gretchen. Nyugi. Toshi. Örülök, hogy találkoztunk. Nem egészen erről volt szó. A japcsik már csak ilyenek. Szóval, te Toshi, akkor most mi lesz? Hello! Toshi! Viszlát! Viszlát! Sziasztok! Viszlát!
Viszlát! Hé, fiú! Kér nekem pénzt cigarettára. Parancsolj! Kösz, Charlie. Tényleg, mennyi az idő? Már majdnem 5 van. Igazán köszönjük az estét. Ó, nem, én köszönöm. Láthatom még? Hát persze. Ó, adok egy 4 jegykártyát. Ó! Tessék. Köszi. Toshi Iwamoto. Kösz. Jó ét. És nagyon szép reggelt is. Jó ét mindenkinek. Hívjon fel, kérdolom aludni. Remek. Kurva! Hívj fel! Nem minden a pénz. Jó reggelt, Maezumi! Jó reggelt! Emlékszel még a fiamra, ha? Örvendek! Nagyon jól halad a kiképzéssel. Ó. Oh. Nem sokára megkapja a nagymester áldását. És nekem meg lesz az utódom. Hé, hey, Maezumi! Üdvözlöm a feleséget! Tál rámen a mindenséget tükrözi vissza. Az élet a tengerből, a hegyekből és a föld teremtményeiből fakad. Mindez harmóniában áll egymással. A harmónia az a legfontosabb. Az egészet a folyadék tartja össze, ez a leves. A leves ad életet a rámennek. Megértette? A ráment a szellemünkkel ragadjuk meg. Érti? Figyelje és vizsgálja. Figyelje és vizsgálja. Miért engem néz? A rámenre figyeljen. Igen, igen, azt hiszem értem. Figyeljen. Figyeljen. A spenót, ez az. A disznóhús. És ez... Így már 2. Au! Mi a baj maga? Örült? Maga, mit csinál? Tudom már, mi itt a baj? Az alacsony homloka, igen, itt. Az alacsony homlok azt jelenti, hogy kicsi az agy. Én ezt nem értem. Éppen úgy, mint a majmoknál egy fán kéne lógnia, bak, és kiabálnia. Megmutatná? Ha rám erre figyelne, akkor mindent értene, akkor érteni. Kérem, mondja még egyszer, én csak... Figyelj, nem kell ide szótár. Nem kell. Csak a szívével érteni. Ezzel a pokolba azalak. Könyvel. Hé, megőrült! Őrült! Értem én ezt a szót? Oh, nem. És pont maga mondja nekem, mi? Majomfejű! Megtanulhatná végre angolul, mielőtt mindenki megőrül. Ehhez fölösleges. Csak az a baj, ahogy zaklatott. Nagyon is jól ért. Mindent, amit mondok neki. Viszont annyira makacs, hogy nem veszi észre a képességeit. Te meg miről beszélsz? Hogy is érthetné meg, amit csinálsz? Mintha ráment főzni olyan egyszerű lenne, na persze. Elég már. Megölitek egymást. Jól van. Megyek! Oké, megyek! Annyit ittam, hogy menni is alig bírok. Van egy kis söröd? Van. Oh, kösz, baby. Dráma. Egyre helyes dráma. El sem hinnéd, mi történt velem az éjjel. A fazon, aki fizeti a lakásomat, feljár a barátaival. Egy kis szívesség, ilyesmi, érted? Jó, néha belefér. Úgy értem, ez a lakás megéri, de azért van határ. Éjjel.
Hazamegyek a bárból, ott áll Godzillával, és azt kéri, hogy tegyek meg neki ezt, azt. Végem volt, darabokban vagyok, de látnod kéne a lakást. Maradhatnék éjszakára. Oh. Oh, te? Szia! Hé, hey, Abby! Szia! Ez meglepett. Gretchen nem említette, hogy te itt laksz. Gretchen ma csupa meglepetés, tudod? Éppen itt van. Gyere be. Köszi. Ezeket hová tehetem? Ahova tetszik, teljesen mindegy. Gretchen? 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 Muszáj aludnom, drágám. Tosi van itt. Jó. Elaludt. Hát igen, elég fáradtnak látszott. Mi történt? Felhívott, megkérdezte, hogy van-e autóm. És? Hallottam, hogy zaklatott. Az élet elég bonyolult. Nekem mondod. Nos, jobb, ha most elmegyek. Nem zavarok tovább. Jó. Várj, nem innál valamit, mielőtt elmész? Úgy értem, eljöttél idáig, és én most személy szerint meginnék egy sört. Hát, én is. Oké. Ott van a rámen étterem. Nincs túl messze. Nincs. A főnök... Igen? Tud angolul? Alig-alig. Na ne. Nem sok szavát értettem meg. Mellesleg elmebeteg is. Tudod, meg akar ölni. Akkor miért maradsz? Talán azért, mert nincs, ahova mehetnék. Hmm. Tudom, szánalmas. Nem. Azt hiszem, te tudod, merre tartasz. Hmm. Érzem, egy nap a főztődet eszem majd. Bár úgy lenne. Igen. Te merre tartasz? Van utad? Az én utam... tipikusan japán. Állás egy óriás cégnél. Házasság. Gyerekek. Unokák. Öregség. És halál. Kicsit komor. De a főiskolán zenéltem. Volt egy bandám. Tényleg? Többnyire elég részegek voltunk. És azt tervezgettük, hogyan forgassuk fel fenekestül a japán zenei közízlést. Azóta persze mind öltönyben járunk. Ó. A szüleink kívánságára. A szüleimet csak az érdekli, hogy tag legyek egy ügyvédi irodánál. Furcsa. Ki hinné, hogy ugyanazok a korlátaink? Omoshiroi. Tényleg furcsa. Valahol útközben elfelejtettem, mire is vágyom igazán. Van, hogy felébredek, mert nem kapok levegőt. És talán ezért vettem fel ezt a szokást is. De az utolsó szállat még nekem adtad. Akarsz sétálni? Ez már hosszú! Én most inkább elmegyek. Majdnem reggel van. Voltál már valaha a Ramen Múzeumban, Yokohamában? Yokohamában van egy ilyen múzeum? Te most viccelsz. Nem viccelek. Ez komoly? Oké, azt muszáj látni. Igen, igen. Elmegyünk hétvégén. Jó, menjünk. Pompás. Gretchen nézni fog. Nem hiszem, hogy érdekelni. De azért tudnia kell. Ő a barátom, és rá is tartozik. Ti fiúk csak úgy leléptek.
Azon az éjszakán együtt mentetek haza. Ó, nem, nem, nem. Csak egy taxiba ültünk. Nos, rendben van, hívhatlak? Rendben. Felhívhatsz. Just change through the street, in a horse open sleigh, a battlefield we go, laughing all the way. Bells on Bobby's sleigh, Yankee's spirits fly. Oh, what fun is the light and sing the same song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All fun is the light in a horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mi nem tartani karácsony. De a kisfiam miatt muszáj lenni mindig venni neki kicsi fát. Shintaro nagyon szerette ünnep, de már nem hazajönni. Bárcsak érteném, hogy miért nem. Ez meg mi? Légy kedves, Ebi díszítette fel a szobát. Olyan? Akár a Disneyland? Nem olyan rossz. Otthonos. Lehet, hogy így könnyebb neki. Ha otthon akar lenni, visszamehet Amerikába, ha? Minden amcsi haza! Sajnálom, azt hittem, tetszeni fog maguknak. Ez mi? Ó, ezt a piacon vettem. Ez itt lenni nem McDonald's? Ha? Nézze! Nézze a színét! Milyen szép! Nincs szebb a kukoricánál. Ha? Gyönyörű! Gyönyörű? Megint kezdődik. Még a díszítés, teleaggatta maszkokkal a falamat. Csupa haszontalanság mindenütt, úgy néz ki, mint valami szarkafészek. Nem akarlak kioktatni. De ha ajándékot kapsz, azt illene elfogadnod. Nagyon jó. Zárva vagyunk. Ma nem rámenért vagyok. Akkor miért? Egy kis ajándék önnek. Boldog karácsonyt. Ó, köszönöm. Köszönöm. Boldog karácsonyt! Szívtelen japcsik! Halvéri ország! Egyet mondok én neked. Egy istennőt nem tudnak elüldözni. Kezdek rájönni.
mióta itt vagyok, hogy valójában nem értek senkit és semmit. A főnököm... Először azt hittem, hogy csak a nyelv, de... Már tudom, hogy a szavak semmit sem számítanak. Éj, az csak egy tányér kurva leves, csak túlpörgött a főnököd. Nem. A tökéletes leves. Ezek a japánok tudnak valamit. Tudod, ez gyönyörű. Minden tányérral közelebb jutsz a tökéleteshez. Azért ez nagyszerű. Miért? Szerinted nem az? Csak megszállott. Figyelj ide. A túlélésnek egyetlen módja van Japánban. Ha azt teszed, amit mindenki más. Így áll. Boldog karácsony. Boldog karácsony, szívem. Nande kokyo wasurari oka. Köszönöm szépen! Ez nagyon jó volt! Igen! Beri vagyok! Ezt látnom kell, muszáj megnéznem! Menjünk oda, jó? Oda! Ne haragudj, hogy így rohanok, de mindent akarok látni! Gyerekkoromban itt voltunk az osztályokban. Az osztálytársaim mindig gúnyoltak, mert a nagyszüleim koreaiak. Arra vágytam, hogy elszökjem előlük. Azzal a hajóval. Mindegy lett volna, hová megyek, csak el innen. Mindegy. Azt hittem. Csak az volt a fontos, hogy el Japánból. Fázol. Haza kell, hogy vigyelek. Nem, haza nem akarok. Inkább maradok veled. Azt a mindenség. Mit csinálsz? Valahányszor idejön, mindig csak galibát okoz. Miért? Ki ez? Maezumi mesternél dolgozik. Úgy hallottam, hogy rámen szakács lesz. Ez bolond? Elment az esze? Fiú, lehet, hogy az öreg csak edzésben tartja magát. És munka közben. Segítkozik. Sziasztok, fiú. Látom, hogy remekül szórakoztok. Maezumi, te vagy a móka mester? Egy szőke lány tanítasz, jól hallottam? Azt hiszem, neked nincs hozzá semmi közöd. Te szégyentelen! A mi nagymesterünk rád is áldását adta. Mit szólna, ha látná mindezt? Azt mondaná, Maezumi, legyen áldott a tanítványod is. És a családom darra fakad majd a mennyben. Ezt énekeljük. Rámen cha-cha-cha, Maezumi cha-cha-cha. Te bűz lesz. Korán reggel részek vagy. Tudom, hogy találkozom veled, még többet iszom. A mester hamarosan ide jön, hogy megkóstolja a fiam rámenjét is, és áldását adja rá. Jó napot. Jó napot. Micsoda öröm lenne neki, ha ehetne a tanítványod rámenjéből is. Talán még a mennyei seregek is dalra fakadnának. Hallanánk, hogy csa-csa-csa! Azt megnézném magamnak! Enni fog a lány rámenjéből. És meg fogja áldani őt is. De tényleg? Azt hiszed? Ha nem így lesz, többé nem főzök rámen. Esküszöm, így lesz! Ebi, ide! Nézni leves. Csirke. És disznó. Nem használd kezed! Érezned kell testeddel.
Nem értem pontosan, mit akar, és ne ütögessen. Én ezt nem értem. Akár csak egy papagáj. Na, menj, fejezd be a tésztát! Na. És... Mester? Ki van a fényképeken? Tessék? Fotó. Fotó. Aki miatt... sírni szokott. Miről beszél itt? Jó képű. Párizs? Mit képzel maga? Kicsoda, mi? Kémkedett. Ha? Az a dolga, hogy vécét pucoljon. Nem? Betöröm a fejét! Tudtam, hogy ez lesz a vége. Azt meg ne próbálja! Most hová mész, nagyfiú, mi? Ha? Ha-ho! Ó, kritizálni tud, de elviselni azt nem. Igen! Most megvagy! Most mi a baj? A fiú a képen, Shintaro a fiunk. Ezt a sálat küldeni nekem. A férjem 5 éve nem beszélni vele. Nem értem, miért? Csak nincs valami baj. A főnököm elküld Shanghaiba. Aj, ne. Ezt már hallottam. Mennyi időre? 3 év. 3 év? És te mióta tudsz erről? Még csak néhány napja. De ugye te nem mész. El kell mennem. Ez egy kötelesség. Mindig ugyanaz. De én nem hagylak el téged. Akkor mondd, hogy küldjenek mást. Ez Japánban nem így megy. A cég azt mondja, menni kell, hát menni kell. Hogy bírsz ki 3 évet, ha gyűlölöd a munkádat? Hogy? Miért nem hagyod ott őket, és csinálsz valami mást, amit igazán szeretsz, azt, amire vágysz? És nem mondd, hogy azért, mert japán vagy, mert ez csak kifogás. Én japán vagyok. Miért kéne mindenkinek olyannak lennie, mint ti vagytok? Én mindent elmondtam, amit tudok. Tényleg, én... Abby. Mi az? Abby, figyelj, ugye, eljössz velem. Shanghaiba? Igen. Így együtt lehetnénk. Kérlek, ne csináld ezt velem. Hé, Abby, te is. Gyere el velem. Mester, kóstolja meg, kérem. Kérem, mester. Mm-hmm.
ez mire volt jó? Mindent úgy csináltam, mint maga. Pontosan. Szellem nélkül. Rossz. Nagyon fáj. Nekem is fáj. Biztos, hogy nem jössz ki a repülőtérre? Nem, nem. Nem bírnám ki. Elmondanád még egyszer? Csak még egyszer. Tényleg azt akarod, hogy elmenjek veled? Menj! Menj! Lekésed a gépet. Menj! Menj! Várjon, mester! Kérem, segítsen! Én igyekszem, de mégsem sikerül. Kérem! Kérem, tanítsa meg a lelkemet! Itthon vagy? Itt vagy? Hol? Ah. Anyám, segíts nekem. Teljesen üres. Nem értem miért. Pedig a módszert tökéletesen megtanulta. Néha a túl alapos tudás megbosszulhatja magát. Ah. Te a fejeddel főzöl. Értetted? A fejed tele van lármával. Bá-b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 á. Keresned kell egy sokkal csendesebb helyet magadban. De hogy? Minden tál rament ajándékba kell készítened. Az étel, amit felszolgálsz, a vendéged részévé válik. Hm? A lelkedet adod vele, így a ramen
nem lehet más, mint a szereteted jele. Egy ajándék a szívedből. Érted? Anyám, köszönöm neked. Nem tudom, mi az a szeretet. Valahányszor érzem, megcsal. Szerte foszlik. Ami megmarad, az fáj. Csak bánat. Talán először a könnyeidet kell használnod. Jó ét, aludjon jó. Ez Ebi rámenje. Kísérlek. Köszönöm. Lássuk. Köszönöm. 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 Jól néz ki. A tészta remek. Nagyon finom. A tészta? Ízleni. Na és a leves? Megnézni. Nem rossz. Igen, egyáltalán nem. Azt mondani jó. Félek. Hogy már soha nem nősülök meg. Nagyon úgy néz ki. Nem akarom leélni az életem. Egyedül. Neked meg mi bajod? Hiányzik a szülővárosom. Ezeket meg mi lehetett? Megháborodtatok? Ucsi! Miért haltál meg? Drág egyetek kis kutyám! A férjem. Egy ujjal sem ért hozzám. 15 éve. Mi van itt? Ezt neked is meg kell kóstolnod, gyere!
mester. Légy üdvözölve, mi nálunk. Csak óvatosan. Mester! Mester! Kérem, nagymester! Nézzétek! Tökéletes! De milyen az íze? Siker! Köszönöm! Mi az a zöld benne? És a piros? Paradicsom. Mi ez? Valami olasz kaja? Nézd, kukorica. Kisasszony, ennek mi a neve? A rámen istennője. He? A rámen istennője, nagymester. Jó, nagyon jó. Idő és önuralom. Még nem adom az áldásomat. Hé! Én megvenném a boltodat. Bővítem a vállalkozást. Isten áldja.
történt? Öljön le. Úgy sajnálom. Te sajnál? Ha. Ez lenne érdekes. Maga kicsit önző, nem? Csak járni útja saját. Kukorica. Paprika. Ne? Rámen istennő. Hihetetlen volt. Magában nincsen tisztelet. Értette? Igen, egy kicsit. Egy kicsi. Egy kicsi. Egy éve itt, és nem beszél. És nem beszél japán. Ha. Micsoda a lány maga tudatlan? Csak alkotni szerettem volna magamnak. Magamnak? Magamnak? He? Ez mi az ördöget jelenti? Shintaro, a fiam, örökké ugyanezt hajtogatni nekem. Apám, a francia konyha érdekel. És elmenni Franciaország, Párizs. Nem akart örököl egy koszos a rámenbolt. Tudja, egy nagy rámenszakásnak kell utód. Utód nélkül az életének semmi nem marad értelme. Semmi értelme nem. Aztán maga eljönni hozzám, hogy tanítsam főzni rámen. Tanítottam. Mint a saját fiamat tanítanám. Mindenki azt mond, nem fogja bírni, megterik. Attól féltek, hogy itt hagy. Ebi, maga nem hagyott itt. Magában még él a japánok szelleme. Én meg... Nekem meg már végem van. 45 év minden nap dolgoz, de lejárt az időm. Bolond lányt, semmit nem érsz. Hol van az a könyv ostoba? Vegye már elő, Nana. Igen, ja. Igen. Jó, vegye. Ez az. Lássuk csak. Ez lesz az. Utódja. 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 Te? Én utódja. Boldogan lennék. Hiányozni fogsz, Ebi. Mielőbb írd nekünk, jó? Ebi! Viszlát! Gyere vissza, anyád! Viszlát! Még van idő az indulásig. Viszlát! Viszlát!
Hol a mester? El kell búcsúznom tőle, mielőtt elmegyek. Egy évvel később. Négy Tokió, egy istennő és egy leves Maezumi mód. Már is küldöm. Ebbé, itt egy fiú, azt mondja ismer. És ki az? Nem tudom. Jó estét. Gyűlöltem a munkámat. Azt tettem, amit te. Kiléptem. Újra elkezdtem zenét írni. Isten hozott nálam. Zsigmond Tamara, Végvári Tamás, Fekete Zoltán, Bíró Anikó, Bozsó Péter, Csőre Gábor, Sági Tímea, Bókai Mária, Halász Aranka, Rosta Sándor, Molnár Levente, Így és Mari. Magyar szöveg Szász Gergely, hangmérnök és vágó Csaba Tamás, szinkronrendező Csorba Éva. A szinkron a Paradigma film megbízásából a Szinkro stúdióban készült 2009-ben. Stúdióvezető Csaba László. Az 5.1-es hangot a Szinkron stúdió készítette. Forgalmazza a Paradigma film. On the streets of Shinjuku, I promise you a taste and it's bliss. She's got me all confused about a little more than food, it's like this. She knows just what to do, moves around the stove like a dancer I had to pursue. The aroma draws me near, I lose my mind and fall to my knees as the world disappears. No, she didn't. Yes, she did.